Üdvözlöm, rabbi úr! Már is kezdjük a Tóra elejével, a Bréshittel. Mit kell tudnunk a Bréshittről? Bréshit heti szakasz az első a olvasandó szidrák közül, amiről mi most beszélni fogunk. A Vilnai Gaon azt mondta, hogy a világon nincs olyan dolog, amire ne lenne utalás Bréshit heti szakaszában. Úgyhogy ha ő így gondolta, akkor ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos heti szakasz, és én egy gondolatot emelnék ki ebből a sok gondolatból, illetve utalási lehetőségből. Idéznék is egy mondatot a heti szakaszból. A következőképpen hangzik. Azt mondja az örökkévaló, parancsba adja az embernek, mikor ecchagán a holt hel, umi ecchadát tovará lo tohá mimenu. A fának, illetve a kertnek minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról nem ehetsz. Így szól a parancs, amit az első emberpár kap, Ádám és Éva, és hát utána ebből lesz egy aprócska rontás. Hogy mi a rontásnak az alapja? Még egy héber mondat, aztán ígérem a továbbiakban csak magyarul. Azt mondja Éva a vele beszélgető kígyónak, hogy parancsot kapott Istentől, hogy lo tochlu mimenu, ne egyetek a fáról, ve lo tige ubo, és ne is érjetek hozzá. Talán ebből is kitűnik, hogy Éva egy picit radikálisan értelmezte az isteni parancsot, hiszen az örökkévaló csak azt adta parancsba, hogy ne egyenek a fáról, arról szó nem volt, hogy nem lehet hozzáérni sem. A kígyó egy igen ravas stratéga volt. Felmérte azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezt az egész isteni tervet valamilyen módon keresztülhúzni, vagy azt a látszatot kelteni, hogy sikerül keresztülhúzni, és azt mondja Évának, hogy nyugodtan érjél hozzá a fához, nem lesz semmi baj. Éva hozzáér a fához, természetesen nem történik semmi, hiszen nem volt rá tilalom, és Éva ezen felbuzdulva eszik, illetve megeteti hites urát is a fának a gyümölcsével, és hát ennek köszönhetően az első emberpár kikerül az édenkertből. Nyilvánvaló a tanulság. Meg kell próbálni az isteni parancsokat, és ez talán a jiddiskeitnek az egész világára kiterjeszthető bölcsesség, úgy megtartani, hogy soha nem túlzások felé elmenni, mert akkor, hogyha ezekbe a túlzásokba beleesünk, akkor annak olyan következménye lehet, hogy a mindenkori édenkertből mindig ki fogunk tudni kerülni. Tekintettel arra, hogy ez az édenkert most egy kicsit nehezebben felfedezhető körülöttünk, ezért egész egyszerűen azt is lehet mondani, hogy csak egy olyan irreális világot teremtünk magunknak, hogyha irreálisan értelmezzük a Tórának a szavait, amiből nem lesz semmiképpen az édenkerthez méltóan gyümölcsöző jelen, illetve gyümölcsöző jövő. És ha már itt vagyunk ezen a gyönyörű színhelyen, amiről legközelebb gondoskodunk, hogy még nagyobb fény áradat töltse meg a helységet akkor, amikor egy kiváló muzeológus nőre kapcsolunk. Üdvözlöm itt alkalmi stúdiónkban Toronyi Zsuzsa muzeológus asszonyt. Mit tud a Bréshithez ajánlani, mit talált a múzeumban? A múzeumban rengeteg olyan tárgy van, ami a Bréshithez kapcsolódhat, de most egy olyat választottunk, amiben Ádámnak és Évának a vizuális ábrázolása látható. Ez egy Hevra Kadisának a nyilvántartó könyve Várpalotáról, ami... Álljunk meg egy pillanatra, és kérem, hogy magyarázza a néző kedvéért. Én ugyan tudom, hogy mi az a Hevra Kadisa, de hagyd tudják a nézők is. A Hevra Kadisa az tulajdonképpen egy temetkezéssel és mindenféle egyéb jótékonysággal foglalkozó egylet volt. Általában ezek még a hitközségek formális megalakítása előtt is már megalakultak, hiszen olyan szükségleteket láttak el, amelyek nagyon fontosak voltak minden zsidó közösségben, különösen abban a premodern időszakban, amikor egész mások voltak a zsidó közösségeknek az életkeretei. Nagykanizsai Hevra Kadisának a nyilvántartó könyve azért, mert Ádám és Évának az ábrázolása látható a képen, azért ezt választottuk, mert István Ádámról és Éváról beszélt. Persze a mi feladatunk az sokrétű. Egyrészt össze kell gyűjtenünk ezeket az örökségelemeket, másrészt meg kell őriznünk, lehetőség szerint jó kondícióban kell megőriznünk. Mikorra tehető vissza ennek a könyvnek
a keletkezése? Ezt az írása szerint 1837-ben kezdték el írni, persze nem hagyták abba azonnal, hiszen ez évekre szólt egy-egy ilyen jegyzőkönyv. 1837-ben kezdték el, de a múzeumban, a gyűjteményben csak az 1950-es évekbe került be, akkor, amikor a várpalotai zsidó közösségnek sajnos már nem volt rá szüksége a továbbiakban. Viszont nekünk ezt nem csak megőriznünk kell, és nem csak vigyáznunk erre, hanem meg kell mutatnunk a mi látogatóinknak, és úgy kell megmutatnunk, hogy valami olyan tartalmat közvetítünk mellé, olyan feliratokkal látjuk el, olyan magyarázatokat adunk mellé, amelyek relevánsak lehetnek a zsidó múzeumot látogatók számára. És tulajdonképpen most már tudjuk, hogy várpalotáról származik, tudjuk a dátumot. Akkor nézzünk bele, és próbáljuk megfejteni, hogy kik írták ezt, és mi történt Várpalotán. Hát, hogy mi történt Várpalotán, azt nem tudjuk, ugyanis ez nem egy krónika, ez csak egy alapszabály. Akik írták, az nagyon-nagyon szép. Egyrészt visszautalnak az első emberpárra, akik ugye nagyon érdekes, hogy ezt teszik egy Hevra könyvnek a címlapjára, ugyanis ők az emberiség ősei, nem a zsidóknak az ősei, hanem az egész emberiségnek az ősei. Ugye én azt gondolom, hogy egy múzeumban ez különösen nagyon fontos akkor, amikor tágítani akarjuk azt a horizontot, amit mi bemutatunk. Mit tudunk meg az ábrázolásról, hogy vajon akik írták, illetve szerkesztették ezt, milyen grafikai tulajdonsággal léteztek? Hát valószínűleg a Szófer írta, ezt nagyon sok eleméből látjuk, az az ember, aki a közösségnek a tóra tekercseit, a mezuzáit és a tfilényeit is elkészítette, és általában ezekben a viszonylag kicsi közösségekben ők voltak azok, akik minden írásos dokumentumot elkészítettek. Ez látszik az írásképen, nagyon gyakran a rajzokat is. Az is előfordul, hogy megkérnek valakit, hogy segítsen ezt dekorálni, de ez Várpalotán azért nem hiszem, hogy ez lehetett volna a gyakorlat. Ez jóval nagyobb és jóval talán komolyabb közösségekben fordulhatott elő. Itt talán a Szófer maga volt az, aki ezt rajzolta, ugyanis nem minden Hevra könyv illusztrál, tehát ez egy opció, ez egy plusz díszítő elem, és ez nem kötelező kelléke természetesen egy ilyen jegyzőkönyvnek. Hát nem gondolom, hogy ő egy nagyon fejlett grafikus volt, de valószínűleg, és nem is hiszem, hogy nagyon komolyan élő modellek után dolgozott, tehát ez nem egy beállított jelenet, azzal együtt, hogy talán mintha két Évát látnánk a képen. Engem ez egy kicsit mindig megdöbbent, hogy a szimmetria kedvéért megjelenik a kígyó, megjelenik két almafa, és megjelenik két Éva, de a jelenet ugyanaz tulajdonképpen, tehát párhuzamosan mind a kettejük kezében ott van már az alma, amivel majd megtörténik a bűnbeesés. Amit még különösen szeretek ebben a Hevra könyvben, az, hogy akik írják, akik a hitközségnek abban az időszakban az előjárói, ők lövők, cvik, hírsek, és ezt a nevekben rejlő állatalakokat is megjeleníti ez a Hevra könyv, hiszen látunk egy szarvast, ami cvi hírsre utal, és látunk egy oroszlánt is, aki pedig hát egy lövre vagy egy árielre utalhat ebben a Hevra könyvben. Külön érdekessége még ennek a könyvnek, hogy az dátumot azt egy olyan módon jeleníti meg, ami nagy hagyománya volt a zsidó közösségeknek, úgy hívjuk latinos kifejezéssel, hogy kronosztikon. Ez azt jelenti, hogy belefoglalnak a dátumot egy héber idézettel, egy bibliai idézettel adják meg, ahol bizonyos betűket nagyobb tipográfiával szednek, meg is pöttyözik őket, és ezeknek a betűknek a számértékét kapjuk meg a zsidó időszámítás szerinti dátumot az 5000 évnek az elhagyásával, amit egy viszonylag egyszerű egyenlettel át tudunk számolni a polgári időszámításra, és már is tudjuk, hogy 1837-ben kezdték el ezt a könyvet írni. Aztán még sokáig folytatták, hiszen a lapjain, már ahol éppen kedvük volt írni, hogy gyakorlatilag a hitközségnek és a Hevra kadisának a takkánotjai, az alapszabályai olvashatóak. Ez ráadásul tényleg olvasható, mert az általános gyakorlattól eltérően nem héberül írták, illetve csak egy része van héberül, és jelentős része úgy keletkezett, hogy az is értse, aki nem olyan járatos, az akkoriban nem beszélt nyelvként használt héberben, és ez tulajdonképpen németül, azon a német nyelven, amit a zsidó közösségek használtak, akkor írták, de héber betűkkel. Tehát a megfejtése...
Jiddisül, vagy inkább hívjuk Judendeutschnak, tehát ez egy olyan nyelvi rétege a németnek, ami nem annyira távol áll talán a némettől, mint mondjuk Litvániában vagy a keletebbi területeken, hanem ez az a nyelv, amit Magyarországon szinte mindenki beszélt abban az időben, de héber betűkkel írták le. Rabbi úr, mit szól ehhez a nem mindennapi hevrakadis emlékhez? Gyönyörű maga a könyv, meg egy nagyon érdekes kordokumentum, és ha már egy kis tanulással kezdtük, akkor fejezzük be talán tanulással is. Annak idején a hevrakadisáknak voltak különböző bevételi forrásaik. És hát az volt a sajátosságán a zsidó életnek, hogy a hevrakadis az még az év végén nyereségesnek is bizonyult. A nyerességet azt vissza kellett forgatni a zsidó életbe, és nem véletlenül talán az oktatásra kellett fordítani a hevrakadisának a nyerességét. Ilyen módon a halál, azaz a temetkezés, és az élet, azaz az oktatás, azok összekapcsolódtak egymással, és a hevrakadis ezáltal mindig is a zsidó élet folytonosságának a lehetőségét hordozta magában. Aki a rabbi úr bölcseleteit szeretné hallani, hol és hány órakor teheti mindezt? A legnagyobb szeretettel várunk mindenkit az Orzse zsinagógájában péntek este 5 órakor, amikor tanulunk, illetve 6 órától, amikor szombatfogadás van. És akik úgy érzik, hogy muszáj, hogy ellátogassanak abban a múzeumban, ahol ezt a nagyon kedves múzeumológus asszonyt szintén élőbe viszont láthatják, és magyarázatait meghallhatják, hova kell, hogy elfáradjanak? A Dohány utcai zsinagóga mellett áll 1931 óta a zsidó múzeum, és azt gondolom, hogy most már a külsején is látszik, hogy itt egy múzeum működik, ahol szombat kivételével minden nap 10 és változó zárási időpont között várjuk a látogatókat. Ezzel azt akarja mondani az igazgató asszony, hogy már a múzeum porát is lesöpörték? A múzeum porát folyamatosan söpörgetjük, van ebből persze olyan por, amit nem szeretnénk lesöpörni, mert emlékek fűződnek hozzá, de igyekszünk megújulni, és igyekszünk ezeket a tárgyakat, amik jelentésteli tárgyak, egy picit új kontextusban, felfrissített megjelenésben bemutatni a közeljövőben. Miközben itt beszélgetünk, talált a könyvbe egy lapot. Megmutatja nekünk, mi az? Az Országos Bikur-Holin Betegeket Gyámolító Egyesületnek a nyugtáját találtam meg, hiszen a hevrakadisák ugyan önállóan működtek a hitközségeknél, de volt egy országos egyesület, ami gyakorlatilag mindenhol segítette a betegeket. Elsődleges feladatuk az volt, hogy a közkórházakban fekvő betegeknek juttassanak látogatást, vizitet, ugye a Bikur-Holin maga a beteglátogatást jelenti, másrészt ők biztosították a kóser ellátását is a közkórházakban fekvő betegeknek, és ebből a nyugtából tudjuk, ez egy 1939-es nyugta, hogy a várpalotai közösség tagja volt a várpalotai hevrakadisa, akik 1837 óta vezették ezt a gyönyörű könyvet, tagja volt ennek az országos egyesületnek, támogatta a bevételeiből nem csak az oktatást, egyébként azért lapozgattam, hogy megtalálja, mert benne szokott lenni az az oldal is, ami a számadásoknak és a költségvetésnek az oldala, ebben a hevrakönyvben ez nem található, ebben csak az alapszabályok és amit hogyan kell csinálni található, de valószínűleg megtalálnánk azt a pontot is, hogy mi a pénz kezelés módja, és mit tesznek a maradékkal, a nyerességgel, hiszen nyeresség biztos, hogy keletkezett, mert a hevrakadisát támogatni az olyan alapvető szükséglet volt, és olyan elvárt követelmény volt mindenkivel szemben, hogy gyakorlatilag nem lehetett méltó tagja egy zsidó közösségnek az, aki távol tartotta magát valamilyen formában a hevrakadisának a működésétől. Elmúlt percekben hallhattunk a Brésitről, hallhattunk a hevrakadisáról, és ismétlésünkkor tegyék fel önmaguknak azokat a kérdéseket, hogy mi is az a hevrakadisa, mi is az a Bikur-Holin, és mi is az a szombat. Mindenre műsorunk választ ad önöknek. Köszönöm, hogy velünk voltak, Shabbat Shalom, azaz jó szombatot! במשך שנים רבות נעשו ניסיונות רבים לכבוש את ההר הגבוה ביותר בעולם, האברסט. בשנת 1953, הדמונד דילרי,
היה האדם הראשון שהצליח לטפס ולהגיע עד לפסגת ההר. הוא כבש את האברסט. הוא התפרסם בכל העולם כאדם שעשה היסטוריה מאוד מיוחדת. עשרות שנים לאחר מכן, בשנת 1999, התגלתה גופתו הקפואה של ג'ורג' מלורי. אדם שלפי הציוד שמצאו ליד הגופה שלו, ככל הנראה כבר בשנת 1926 הצליח להגיע לפסגת ההר אברסט. רק שבירידתו מההר הוא נפל ומת. ואז באו לספר לאדון הדמונד דילרי, אתה יודע? היה מישהו בשם ג'ורג' מלורי שכבש את האברסט לפניך. אז הדמונד דילרי אמר את המשפט הבא: זו לא חוכמה רק לעלות למעלה ולהגיע לפסגה. החוכמה היא אחרי שהגעת למעלה לראות איך אתה מצליח גם כן לרדת בשלום למטה. חברים יקרים, אנחנו התעלינו למקום רוחני כל כך גבוה בחודש האחרון. מתחילת החודש היה לנו את ראש השנה, אחרי זה יום כיפור, סוכות, שמחת תורה. והנה עכשיו אנחנו מגיעים לימי החורף, הקרים שאין בהם חגים. וזה מה שאלוקים רוצה מאיתנו, שניקח את הרוחניות ואת ההתעלות הזו לחיי היום יום. ואני רוצה לחלוק איתכם רעיון מאוד מיוחד. הרי התורה נפתחת בפסוק המפורסם בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלוקים רוצה שנחבר את השמיים, את העניינים הרוחניים עם הארץ, עם העניינים הגשמיים. ובא אדמור הזקן ומביא פה ביאור עמוק ומתוק על דברי הנביא ישעיהו. שאומר על הקדוש ברוך הוא כביכול, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. מה מתכוון הנביא? מה זאת אומרת השמיים עם הכיסא של הקדוש ברוך הוא והארץ האדום לרגליים שלו? הרי אין לו דמות גוף, אין לו צורה, אלא יש פה רעיון נפלא שאומר ככה. כשבן אדם עומד, אחרי שהוא מתיישב על כיסא, הוא יורד למקום יותר נמוך. וכשבן אדם עומד על הרגליים ואז הוא עולה על אדום, הוא מתעלה. זה מה שאלוקים בא ואומר לנו. השמיים כיסי, אני רוצה שתיקחו את העניינים השמימיים הרוחניים ותורידו אותם פה לעולם החומרי הגשמי. והארץ, הדברים הגשמיים והחומריים, תעלו אותם למקום יותר גבוה. כל דבר חומרי וגשמי שאנחנו עושים אותו על פי דרכי התורה, אנחנו מעלים אותו לקדושה. ועל זה אומרים לנו את המשפט החסידי המפורסם, איך שאדם מעמיד את עצמו, מתנהל בשבת זו, שבת בראשית, ככה תיראה כל השנה כולה. כי עכשיו, זה המבחן. אחרי ההתעלות המדהימה שהייתה לנו, לקחת את כל זה לימים הרגילים, ימי החורף הקרים, שאין בהם חגים, ולהכניס בהם חום, להכניס בהם רוחניות, אז שיהיה לנו חורף בריא, שמח ומוצלח, שבת שלום. Szabó György, a Mazsök elnöke, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Csütörtök van, az annyit jelent, hogy holnap itt a hétvége, ránk köszönt a sabat, és egy nagyon klassz heti szakasz van. Ha jól emlékszem, akkor a brésit kell, hogy legyen. Igen, tehát minden évben általam nagyon szeretett időszak, ugye, amikor a szukott ünnep utolsó napján ugye befejezzük a Tóra olvasását, és nyomban újra kezdjük. Ami tulajdonképpen ugye egy folytatódik. Több ezer éve való körforgást és folytatódást, folytonosságot jelent, és igen nagy jelentősége van a zsidóság tekintetében annak a folytonosságnak és annak az állandóságnak, ami ugye az ünnep jelent, hiszen múlt héten még Mózes haláláról tanultunk. Most ez a ezen a héten kezdetén meg már a teremtésről kezdünk el tanulni ismét, és a kettő között oly nagy a kontraszt, és mégis oly nagy a összefonódás, hogy azt nagyon nehéz szavakkal kifejezni. Vannak emberek, akik már évtizedek óta újra kezdik, vagy már lassan túl vannak a
60-70. Újrakezdésen, mondjuk ebből számítsuk le, mert a Heiderba 2-3 éves korukba kerültek, és mégis mindig találnak benne valami új motivumot. Minek köszönhető ez? Hát új motivumot. Új megközelítést. Új motivumot nem nehéz keresni, hiszen a zsidó filozófia, zsidó vallási irodalom legalább 120 ezer kötetre terjed. Hát egy hatalmas kincsestár. Ezt onnan tudom, hogy van egy internetes felület, ahol ugye össze van gyűjtve a zsidó vallásos irodalomnak a túlnyomó többsége, és azt el lehet érni előfizetéssel, most éppen a koronavírus idejében ingyen, és ugye ebben a tárban gyakorlatilag 120 ezer mű található meg, aminek legalább az egy harmada a heti szakaszokkal foglalkozik, a tóra magyarázatokkal foglalkozik. Nos, így nem nehéz elképzelni, hogy mindig új és új nézőpontról lehet tekinteni minden egyes heti szakaszra, mint ahogy a teremtésre is. Na de hát, hogyha például a Rasit olvasom, mindig abból is mást értek meg. Igen, tehát ugye ez a zsidó tanulásnak, a zsidó filozófiának a lényege. Hogy ahányszor olvassa el az ember, ugye annyiszor lát új dolgokat az ember, nem véletlenül mondják, hogy Sivimpa Nimle Torá, hogy ugye 70 arca van legalább a Tórának. Nem véletlenül mondta, Libovicsi Rebe egy levelében írta, egy kételkedő zsidónak, aki azt mondta, hogy teljesen felesleges a vita, teljesen felesleges a veszekedés egy-egy tórai passzuson, hiszen a bölcseink több ezer éve vitatkoztak és eszmét cseréltek minden egyes passzusról. Mindenre megvan a válasz, csak meg kell találni. Hát az nem egyszerű. Hát az nem egyszerű, de ugye a lehetőség... Akkor így koronavírus idején ön talált egy megoldást, mégpedig a következőt, mint a mazsok elnöke, hogy azonnal és most kell segíteni. Megvannak a játékszabályai az ön szervezetében is, amit a zsidó közalapítványról van szó, hogy mit, hogyan kell csinálni, de a helyzet az ura az eseményeknek, miről is van itt szó. Igen, tehát feltehetően, ugye, tehát a kuratórium megszavazta, kisebb vihart is vert föl ugye a szavazás, azt, hogy ugye hát, a mazsok... Hát megint ilyen zsidós értelmezési kérdések. Igen, de hát az értelmezés, amit beszélünk egy kicsit később, pedig az értelmezés teljesen egyértelmű. Ugye eljutott a mazsok ismételten, hiszen az idén már két alkalommal támogattuk hol a zsidó szociális és egészségügyi intézményeket, hol a holokauszt túlélőket. Ismételten 4800 csomagot fogunk önkéntesek segítségével eljuttatni a holokauszt túlélőknek, amelyben maszkok, készfertőtlenítő, kesztyűk találhatóak. Tehát a legszükségesebbek. Így van, önkéntesek segítségével, amit ugye remélhetőleg ugye két héten belül elkezdődik ugye a kézbesítése ezeknek a csomagoknak. Értem. Ennek a szervezetnek, aminek ön a vezetője, több ezer feladata van. Ilyenkor járvány idején hogy lehet ezt megoldani? Ha jól értem, akkor eldöntötték, SMS-t változtattak, hogy interneten és írásba is lehet szavazni. De mennyire jó ez a hétköznapokban, illetve amikor már nem lesz koronavírus, szükség van a személyes találkozókra, a személyes eszmecserékre? Hát ugye a koronavírus sok mindenre megtanított minket, azon is, hogy az online térben kiválóan lehet kuratórium üléseket tartani. Vitathatatlanul megvan a bája ugye a személyes találkozásoknak. Azok hosszabbak szoktak lenni minden. Igenis, meg nem is. Minden esetre ugye egy alapítókirat módosítással ugye most már lehetőség van ugye az online téren való tárgyalásra is, és az írásos szavazásra is. Alapvetően ugye a előbb említett előterjesztésedet ugye először írásos szavazással szavazta meg a mazsok kuratórium. Sajnálatos módon ugye furcsa hangok is megjelentek ennek a
szavazásnak a kapcsán, amelyek kétségbe vonták ugye a mazsok jogosultságát arra, hogy ők közvetlenül a holokauszt túlélőkkel foglalkozzanak. Azért jött létre? Holott, aki ismerni, és ugye azért kurátor társaimnak illik ismerni az alapító okiratát, ugye a mazsok alapító okirata ezzel a mondattal kezdődik, hogy ugye az 1947-es párizsi békeszerzés ilyen és ilyen cikkei alapján a magyarországi zsidó örökség fő feladata ugye a hazai holokauszt túlélők kárpótlásával, szociális helyzetével, stb. Ez a hazai szó nagyon fontos. Így van. Tehát kicsit felháborítónak tartom, hogy hosszú évek óta az a kampány folyik a mazsök ellen. Mit mondan erre Freud? Igen, folyik a mazsök ellen. Mi szerint a mazsök egy illegitim szervezet. De ez nevetséges, ez a mazsök az mindannyiunké. Mi szerint nem foglalkoztat a holokauszt túlélőkkel, stb. Nos, hát ezeknek a szavaknak a mondóinak tanácsolom a mazsök alapító okiratának az elolvasását. Ez idén a tanév kezdetén elkezdtek foglalkozni az ifjúság támogatásával, illetve ugyanúgy, mint a Tórát folytatjuk, újra kezdjük, ez már egy tradíció önöknél. A múltkor kérdeztem, és mondta, hogy ez idén is rendben lesz, viták ugyan voltak, de a gyerekek megkapták az utalványokat? Igen, mindenkinek kiküldésre került az utalvány, ugye egyik pont a koronavírusra való tekintettel ugye nem személyes átvétel történt, hanem a irodába való nem személyes átvétel történt, hanem postai úton kerültek kiküldésre az utalványok a családoknak. És akkor nézzük, hogy mit gondol a világról ön. Ön egy szereti, nem szereti, de akkor is egy büszke magyar izraeli zsidó. Amikor itt van ön előtt az Izrael hajom, arról olvashatunk, hogy hát ott is nehezen birkóznak meg a koronavírussal és annak következményével, de ha minden igaz, akkor döntés születik arról, hogy a repülőteret kinyitják. Igen, önmagával véve az, hogy a repülőteret kinyitják, ugye az egy dolog, az a kérdés, hogy lesznek-e repülők. Tehát ugye jelen pillanatban ugye az egyik fő probléma az Izrael bejutás, vagy az Izraelből való kijutás. Ugye amikor... Amikor azt mondom, hogy a repülőteret kinyitják, az annyit jelent, hogy a lehetőség arra, hogy jöjjenek vagy menjenek az emberek, a közlekedés szabadsága újra. Igen, hát én is kinyithatom mondjuk a lakásomat, mint egy hipermarketként hirdetve, csak ugye azzal az lesz a baj, nem lesz benne áru. Tehát igazából bármilyen repülőteret ki lehet jutni, nyitni. Hát ezért kell gazdaságilag karban tartani, nem csak igen, az embereket. Igen, tehát ki lehet nyitni a repülőteret, lehet ott... turkálót csinálni, meg bevásárlóközpontot, de repülőtér repülők nélkül maximum, mit tudom én, kisvályás focit lehet tartani ugye a kifutópályákon. Zsinagógák újranyitása. Hogy fogunk visszaszokni a fizikai közösségekbe? Ugye mi visszaszoktunk már, ugye ezek a megátalkodott ortodox zsidók, mint én is vagyok, ugye visszaszoktunk a zsinagógai létre, hiszen a biztonsági szabályok betartásával, önmagunk és egymás védelmével ugye tökéletesen biztosítható az, hogy ugye a járvány ne terjedjen tovább. Ugye erre tanul, hogy ugye az egész őszünnepek alatt ugye a zsinagógáink nyitva voltak, és tulajdonképpen megbetegedés nem volt. Köszönhetően ez ugye a rabbiaink szigorának és vaskezének, különös tekintettel Oberlander Baruchnak, aki ugye nem engedett a 21-ből, és ugye maszk és készfertőtlenítő nélkül... Hát akkor Izraelben a Lubavitchi mozgalomnak miért nem sikerült nem engedni a 21-ből? Ott ugye részben a zsinagógák zárva vannak, illetve maximum egy minyen. Ugye Izraelben van egy olyan érdekes folyamat, ugye különösen itt a kezemben tartott korrektnek és mérvadónak
Általán korrekt és mérvadó. Nem számítható sajtótermékeken keresztül, akik ugye gyakorlatilag mindenért az ortodox közösségeket teszik felelőssé. Attól ugyan eltekintenek, hogy... Most nem akarok személyeskedni, de ez attól, a lapártolja az attól ugyan, világnézetét. Attól ugyan eltekintve, hogy ugye mondjuk a Tel Avivi tengerparton szombatonként ugye több ezer ember egymás hegyén hátán fürdik, annak ellenére, hogy zárlat van az országban. Mindennek ellenére az ortodox zsidóság a hibás, holott azért az ortodox zsidóság elég ritkán szokott fecskében a Tel Avivi. Hát nem is szokott, meg van egy külön tengerparti része, ahol most nem fürödtek, mert ünnepek alatt nem mennek a tengerre, természetesen Farhessziába, de a kérdés az, de hát ez ön világnézetéhez közel álló lap, ez az izraeli kormánypárthoz közel álló lap. Én értem. És itt most már nem mondom meg, hogy én kire szavazok, mert még végén azt hiszi a vendég, hogy kedvébe akarok járni, na de hát azért ez a kedvenc lapom. Nem, én sem mondom meg, hogy kire szavazok, ugye úgyis mindenki tudja, akár külföldön, akár itthon. Akár itt vagy ott. Igazából azt mondom, hogy most az Iszrael Ajom, lehetséges, hogy itt foglalálást, ott amott foglalást, az viszont tapasztalható, hogy az izraeli sajtó szélső baloldali mi voltja, és vallás ellenessége, annál is inkább ortodox ellenessége, ugye szembeütlés, fölháborító. Tehát, ugyanazok a cikkek, amelyek az izraeli szélső baloldali sajtóban megjelenik, az Európában vagy Magyarországon jelent volna meg, abból világháború lenne, és már az antiszemitizmus terjed, és az antiszemitizmus... Szóval azt akarja mondani, hogy ez az izraeli baloldali sajtó ön antiszemita, mert szerintem... Sajnos az izraeli baloldal, nem csak a sajtó, az izraeli baloldal egy öngyűlölő csürhe. De ők is ugyanolyan zsidónak vallják magukat, mint ön vagy én. Attól még lehet öngyűlölő, tehát öngyűlölőkkel Magyarországon is találkozunk. Ugye amíg egy-egy van belőle, nincs probléma. De akkor, amikor így szépen a izraeli miniszterelnök lakása előtt összegyűlik a csürhe, fittyet hányva ugye... Amikor én azt mondtam, hogy ez egy kicsit anarchisztikus, akkor engem mindenki, majdnem azt mondtam, hogy leugatott, hogy én hülye vagyok, és hogy a demokráciában mindenkinek joga van. Szerintem ez egy kicsit már anarchisztikus, de jelen pillanatban itt élünk, nem ott, úgyhogy annyi van még hátra, hogy önnek nagyon békés, boldog szombatot, Shabbat Shalomot kívánjak.
találtál, én is kíváncsi. Mi van a kezedben? Öt kicsi penit találtam. Hogy mindent, mit kívánsz elér. Egy árva kis peni az első. Nem nagy ár az álmaidé. Ez a kis peni, egy táncos peni. Csak nézd, hogy csillog te felén. Ahogy szívedig elér, bármilyen sötét, élepi a fényt, jelzi, hogy él a remény. A harmadik penny, hogy bízzál, s minden álmod elérd. A negyedik penny, hogy neves, ne sír, s mindig védám legyél. Az utolsó penny a legfontosabb, mert ez a szeretetről szól. Így, ha ez öt megvan, több nem is kell semmi más, és gazdag vagy már. Ez öt fairway to the night. As you sail away, your dreams will come true. High above the moon, you're here at the way. As the sandman takes your hand, so rock a by my baby. Tapsot kérünk, hogy is hívnak téged? Rónai Patrik Benyámin! Nagy tapsot kérek szépen Rónai Patrik Benyáminnak! És még majd lesz egy feladatod. Menj, kérd el. Kitől kérjük el? Nagyon jó, menj vissza most a helyedre. Rónai Patrik Benyámin. Nagy tapsot még egyszer. Még maradjon nálad.
A sötét utcán lámpa fények, az égen izzó csillagok. Szívemben mindig új remények, az élet útján ballagok. Az élet útján ballagok. Köröttem furcsa, titkos láncban, földön túli lázas táncban. A percek lejtenek, a percek lejtenek. Én nézem őket kérdő szemmel, kíváncsian és félelemmel. Vajon mit rejtenek? Némelyikük csupa derű, ez csupa derű. Másik fájdalmas keserű, más fáj keserű. Az egyik édes ölelő, egy édes ölelő. Másik lelket elölő, más lelket elölő. Némelyikük csupa derű, ez csupa derű. Másik fájdalmas keserű, más fáj keserű. Az egyik édes ölelő, egy édes ölelő. A másik lelket elölő, más lelket. Csak menjetek, az újak jönnek, mindegy forma, mégis más. Mert ez a tánc, mert ez a lánc, maga az örök változás. Mert némelyikük csupa derű, ez csupa derű. Másik fájdalmas keserű, más fáj keserű. Az egyik édes ölelő, egy édes ölelő. A másik lelket elölő, más lelket elölő. Némelyikük csupa-csupa derű, csupa derű. A másik fájdalmas keserű, fáj keserű. Az egyik édes ölelő, egy édes ölelő. A másik lelket más elölő, más lelket elölő. S a percek jönnek, nem köszönnek, nem búcsúznak, tovább húsznak. Mesztelenül ellebegve, végtelenből, végtelenbe, végtelenből. Ez csupa derű, más fáj keserű. Egy édes ölelő, más lelket elölő. Ez csupa derű, más fáj keserű. Egy édes ölelő, más lelket elölő. Először csak a fiatalok kezdték, az öregek csóválták a fejüket. Mi lelte ezeket a gyerekeket, hogy elvesztették a fejüket? Hogy kisgyerekek módjára a labdát rugdossák, s hogy az utolsó fillért is a magyar-osztrák mérkőzésre dugdossák. És aztán csak a gyerekek kedvéért elmentek egy érdekes mérkőzésre, s mint szigorú zord bírák mentek fel a nézőtérre. De mikor repült a labda, s a közönség éjjent kiállt, az apa a székre felállva túl kiabálta a fiát. Lá-l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 á
ki! Ez nagyon jó.